Sebestyén Zoltán Időnyalóka című kiállítását november végén nyitották meg a Paksi Képtárban. A tárlathoz kapcsolódóan múzeum pedagógiai foglalkozást tartottak az intézményben, amelynek előnapján alkalmunk volt találkozni a művésszel. Figurális képeinek uralkodó elemei az emberi test töredékei. A formákkal szeretnék érzelmi hangulatokat, gondolatokat elmondani, nem kifejezetten testiségről szólnak a képek, igaz, emberi testek jelennek meg rajta, hanem inkább lelki folyamatokról mesélnek. Mindenkinek gondolom mást, hanem a bizonyos szabadságot azért kell adni a nézőnek. A múzeum pedagógiai foglalkozást Kató Eszter, a Paksi Képtár új munkatársa vezette, aki az ELTE-n végzett 10 évvel ezelőtt angol és kulturális antropológia szakon. Elmondta, hogy pedagógusként szívesen foglalkozik gyermekekkel. Nagyon érdekesnek találom, hogy hogyan reagálnak az olyan képzőművészeti alkotásokra adott esetben, amire egy felnőtt azt mondja, hogy most ez tényleg művészet, most ez a 3 csík meg 2 pötty, ez mi? Gyerek oda megy, és kihoz belőle egy fantáziavilágot, semmi perc alatt, ami engem mindig lenyűgözött. Tehát, hogy ők képesek a maguk kis fantáziájával kibontani egy olyan témát is, amire mi felnőttek adott esetben azt mondjuk, hogy unalmas, vagy nem érdekes, vagy egyenesen csúnya. Tehát ő bennük valami ösztönös szép érzék működik, ami más, mint a miénk, és engem ez a másság, másoktól van ott tanulás lehetősége mindig vonzott, és ezért élvezem nagyon a velük való munkát. A tárlathoz kapcsolt foglalkozást beszélgetéssel nyitotta a szakember a hangulatokról, majd a bevezető gondolatokat követően elérkezett az alkotás ideje. A gyerekek megismerhették azt a technikát, amellyel Sebestyén Zoltán festményei készültek, de szabadjára is engedhették fantáziájukat az alkotásban.